szeretem a húsvétot, és a húsvéti nyúl mindig hoz ajándékot. A Tolnavárosi Könyvtár már hosszú évek óta szervez tematikus kézműves foglalkozásokat, a kis kézműves tanodával karöltve. Ezúttal húsvét volt a téma. A legkisebb gyermekektől a felnőttekig mindenki talál magának készíteni valót. Van, amikor nagyon hirdetjük, és alig jönnek 10-12-en, van, amikor pedig hát olyan necces, például most is ugye a rossz idő esetén gondoltuk, hogy hát kevesen lesznek, és lám, nagyon-nagyon sokan vannak, és remélem, hogy 5 óráig még többen lesznek, és látogatnak ide. Nyáron nem nagyon szoktunk, de a következő ugye az őszi kézműves, Halloween-kor szoktunk, karácsonyi kézműves szoktunk csinálni, tehát évente ezek a tematikus kézműves programok, ez ilyen 3-4-5 alkalommal szoktak lenni, és mindenki nagyon szereti őket, amikor eljön ide, hiszen csak az anyagköltséget kell kifizetni, úgyhogy a munkatársak nagyon lelkesen állnak hozzá, és segítenek mindenkinek. 10 éve biztos, hogy csináljuk ezeket a programokat, és generációk gyerekei nőnek föl, akik aztán a fiatalabb testvéreiket, vagy netántán már fiatal felnőttként az ő gyerekeiket is hozzák ide. Teller bodza tojást díszített, azt is elárulta mivel. Pompomokkal, meg virágokkal. Kovács Dorina egy gyertyabárányt készített. Úgyhogy van egy bárány, és van ez a zsinór rajta, és akkor oda ráhúzhatsz gyöngyöket, meg amit te szeretnél. Húsvéti témakörhöz kapcsolódóan készítettünk húsvéti tojásgyűjtő kosárkát például. Lehet készíteni tojást különböző technikával, szalvéta technikával, ilyen vintage technikával. Akkor lehetne olyat, hogy ilyen hát húsvéti nyuszit készíteni, dobozkákból, tojásból felfűzni különböző gyertyákat, amit akár ilyen locsoló ajándéknak el lehet ajándékozni. Természetesen mindig úgy, hogy egy egész tág korosztályra készülünk. A legkisebbek azok általában festegetni szeretnek, úgyhogy vannak gipszeink, amit festetnek, illetve olyan egyszerű szalvéta technikát, amit sík felületre, tehát mondjuk csak egy falapra dolgoznak, szort tojással, ami már össze van tölve, ami könnyen a kezükbe adva elkészíthető.